autós iskolán gépkezelői képzései mára a legnépszerűbb képzések közé tartoznak, hiszen a munkavállalók széles körét érinti. El kell mondani, hogy mára a gépkezelői képzés, mint képzés jelentősen átalakult, hiszen OK és végzettséget, bizonyítványt nem szükséges szerezni ahhoz, hogy valaki gépkezelővé váljon. Tehát tulajdonképpen egy vizsgát kell tennie, egy gyakorlati és egy szóbeli vizsgát. Természetesen van lehetőség a korábban megszerzett könnyű gépkezelői, illetve nehéz gépkezelői bizonyítványoknak, végzettségeknek a beszámítására adott esetben. Itt láthatjuk mellettem a két talán legnépszerűbb gépcsoportot, hiszen ma már gépcsoport vizsgákat kell tenniük a tanulóknak. Az egyik a vezetőüléses targonca, ami mindenféle megkötés nélkülévé vált, hiszen korábban tonnához, üzemmódhoz volt kötve. Ma már minden, ami vezetőüléses, lehet a vezetőüléses targonca jogosítványa vezetni, mint tonnától, mint üzemmódtól függetlenül. A másik pedig ez a gyalogkíséretű targonca, ami egyben vezetőállásos targonca is. A másik igen népszerű gépcsoportunk a mobil szerelőállvány, ami más néven ollós emelőnek is szoktak nevezni, hiszen egy ollóra hasonlít, hogyha kinyitjuk és mozgatjuk. Illetve a másik ugyancsak gyakorta használt gép a karos emelő. Egyértelműen megnövekedett az ilyen igény, hiszen a munkavállaláshoz nagyon gyakran már feltételként írják elő a munkáltatók. Azt mondhatjuk talán, hogy fele-fele arányban mind a céges, mind pedig a magánszemélyek megjelennek nálunk. Persze a tanulók nem ekkora targoncán gyakorolnak, hanem az előbb látott kis másfél tonnás mobil és könnyen kezelhető targoncán, de azzal a jogosultsággal természetesen egy ekkora képet is kezelhetnek. A jelentkezéssel kapcsolatosan pedig a honlapunkon minden lényeges információt megtalálnak.